milyen tünetekkel érkeztek, milyen betegsége volt a pici babának, és hogy mi a helyzet most vele? Csúnya köhögéssel érkeztünk, van két nővére, és valószínű tőlük kapták el, és mint beigazolódott, RSV vírusosak lettünk. Voltunk két napot kórházban, de szerencsére már sokkal jobban vannak a babák. Mekkora volt az ijegység, amikor be kellett vinni a babát a kórházba? Hát, elég ijesztő volt ezt meghallani, hogy ilyen pici babákkal kórházba kell menni, de szerencsére jó kezekben voltunk, és hogyha bármi probléma lett volna ott, akkor egyből tudtak volna gyors segítséget nyújtani. Látom, hogy a rendelésre jöttek. Milyen panaszokkal? Hát most már csak kontrollra jöttünk szerencsére, ugyanez az RSV vírus volt a gond, de most már nagyon jól van a Róza is, úgyhogy reméljük, hogy már többet nem kell jönnünk vissza kontrollra. Ugye? Együtt bekerültünk az unokatesójával a kórházba, ott voltunk két éjszakát, igen, de ott már sokkal jobban volt szerencsére, úgyhogy így hamar hazakerültünk, és otthon gyógyulhattunk tovább. Mik voltak a panaszai? Hát ő is köhögött, és ilyen nagyon nehezen vette a levegőt, ilyen hörgős hangja volt. Hörgőgyulladása volt igazából, ez volt a baj. Nagyon megijedtek akkor, amikor kórházba kellett vinni? Hát igen, neki is van már két nagyobb tesója, és még sose került ilyenre sor, úgyhogy nem örültünk neki nagyon, de így azért jobb volt, mint hogyha otthonról kellett volna szaladni, mikor nagy a baj, úgyhogy ott biztonságban éreztük magunkat. Melyik kórházban voltak? Tatabányán voltunk kórházban. Csecsemőknél és kisgyerekeknél ebben az időszakban nagyon gyakori az RS vírus fertőzés, ebben az évben is egyre több gyermek jelentkezik. Főleg a kisebb csecsemőket, a 3 hónap alattiakat érinti jobban ez a betegség. Kezdetben náthával, enyhe köhögéssel indul, és a kisebb csecsemők, vagy akár a nagyobbak is egy idő után fokozódó köhögésről panaszkodnak, vagy látjuk, hogy fokozott a köhögésük, nehéz légzés alakul ki. A szülőknek ezekre a tünetekre kell figyelni elsősorban, hogyha azt látják a picinél, hogy fokozódik a nehéz légzés, egyfolytában köhögnek, zihálnak, belázasodnak, nem tudnak enni, inni, kevesebb a folyadékbevitel, hogy jelentkezzenek a házi orvosnál. Ilyen esetben előfordulhat, hogy kórházi kezelésre van szükség, átmenetileg akár oxigénterápiára is, de nagyon jól reagálnak rá a gyermekek. Ez a betegség akut szakasza, ami ijesztő lehet, néhány nap alatt lezajlik, egy 3-4 napos kórházi kezelés szokott általában igényelni, de van, hogy egy 24-48 órás megfigyelés is elegendő. Nagyon jól lehet kezelni, követni ezeket a gyerekeket. Ritkán kerülnek igen súlyos állapotba, pláne ha időbe bekerülnek kórházba vagy házi orvos kezéhez. Annak ellenére, hogy ijesztőek lehetnek ezek a tünetek, a csecsemőknek csak egy kis részénél alakulnak ki komolyabb légúti tünetek és nehéz légzés, amiket időben észrevéve nagyon jól kezelhetőek, maradandó károsodás nélkül. Azon gyermekek, akik pedig csak házi orvosi ellátásra szorulnak, néhány napon belül egy enyhe légúti tünettel át is esnek a betegségen.